Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime Japan Critics. Mai adásunkban ismételten eléggé érdekes, illetve nagyon is romantikus témájú történet együttessel, avagy a Suzukával és Fukával szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a romantikus dráma, musical és a sport kategóriák ötvözete. Maga a történetünk legelőször Seo Koji tollából jelent meg, aki 2004 és 18 között két széria formájában összesen 38 kötetnyi mangát publikált, míg nem ezt követően 2007-ben az egykötetnyi light novel is megjelent Fujisaki Ayuna tollából. Ám legvégezetül 2005 és 17 között a két animációs széria is megjelent, összesen 38 részként a rendezők Fukitomi Hiroshi, illetve Kusakawa Keizo, valamint a forgatókönyvírók Tokita Hiroko, Machida Toko és Akashiro Aoi munkájának köszönhetően. Történetünk a jelen világunkban játszódik, és egy csoportnyi diák életét követi végig, akik az élet különféle területein igyekszenek érvényesülni, legyen ez akár a tanulás, a zene vagy a sport. Azonban, ahogy az a fiatalok esetében lenni is szokott, mindannyiuk számára a legnagyobb fejtörést a szerelem okozza, amelynek az útjai kifürkészhetetlenek, s amely képes akár egyszerre több szálat is mozgatni, még nem az ideális végzet irányába nem vezet. Ezen különféle szálakon indulunk el mi is, akik ezáltal végig követhetjük a fiatalok kalandjait, küzdelmeit, örömét és bánatát is, hogy ezáltal egy igazi drámát élhessünk át, és legyünk gazdagabbak számtalan tanulsággal. Összességében két jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amelyek számos lehengerlő zenei betétet, drámai szálat, és persze nem mindennapi lezárást kaptak. Ezen szálak közül is kiemelném Akitsuki Fuka és Hinashi Koyuki viszonyát Haruna Yu irányába, akinek egyszerre kell a múltbéli és jelenkori érzéseivel is megküzdenie, s egyben számos kihívással is, amelyek a profi zenei világ elképesztő rajongói nyomását is a nyakába zúdítják, ám ezen harcában olyan társak is segítik majd, mint Sara, Makoto, Kazuya és Hisashi. Emellett pedig szintén kiemelném Asahina Suzuka és Sakurai Honoka kapcsolatát Akitsuki Yamato irányában, akik két eltérő utat járnak be a szerelemben, mégis egyenlő arányban szenvednek el sebeket az életük során. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a történet együttesünk egy 10/7-es alkotás lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!